a legénybucsúját tartó fiatal vasas játékos egészen nagyszerű, kivételesen nagyszerű játékot nyújt be, felhozza a labdát és küldi előre a csatárokat támadásba. A holland védelem azonban az oldalvonalon kívülre játszotta a labdát, tehát ebben a pillanatban most pardobást látunk a vasas együttese részéről. Nem akarok indiszkrét lenni, de ha már megemlítettem Ihász esküvőjét, legyen teljes a sor, hogy a vasaséknál most házasodási sorrend van, ugyanis szombaton pedig Mésző is megnősül, tehát egyel több nős játékosa lesz a piros kékeknek. Közben Pál kettőnél mordul fel a közönség, kivárt a szélső egy pillanatig, amikor be akarta középre vágni a labdát, és Kerkőm odatartása révén a labda kipattant az alapvonalon kívülre. A vasas együttese javára, ez is azt jelzi, hogy a piros kékek átvették a játék irányítását.